Újfehértón ebben a bölcsödében 4 csoportban több mint 50 gyerek jár. A most megnyílt állami támogatásból szeretné felújítani az intézményt az önkormányzat. A település tavaly már pályázott, ám akkor nem nyert. Mi a bölcsőde nyilázáró cserét, hőszigetelését szeretnénk újból benyújtani, ezért bruttóban egy több mint 40 millió forintos nagyságrendű támogatás igény lenne, ami azt is jelenti, hogy az 5%-tól több az a saját erő, amit mellé tennénk annak érdekében, hogy ez az intézményünk megújulhasson, hiszen több mint 10 éve volt legutóbb felújítás ebben az intézményben. A feladatellátás fejlesztésére vonatkozó pályázatban a tavalyi évhez képest szigorítás, hogy több célterületre nem lehet pályázni. Tehát vagy intézményt újítanak fel, vagy az utakat korszerűsítik a települések, esetleg iskolai, óvodai tömegsport létesítményekre is lehet kérni a támogatást. Az igénylést május 2-áig kell benyújtaniuk az önkormányzatoknak. A települések emellett pályázhatnak rendkívüli támogatásra is, visszanemtérítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában. Egy önkormányzat egy évben két alkalommal fordulhat rendkívüli működési támogatási igénnyel a belügyminisztériumhoz. Az igények feltöltése az folyamatos, az utolsó határidő, amíg a normál menetben a rendkívüli működési igényeket be lehet nyújtani, az szeptember 15-e. És az elbírálás is több alkalommal történik, tehát akár folyamatosnak tekinthetjük. Ezek a támogatások, a kifizetetlen számlák, a működéshez kapcsolódó és kizárólag a működéshez kapcsolódó kifizetetlen számlák kifizetésére használhatóak fel. Rendkívüli támogatásra 11 milliárd forintot különített el az állam. Tavaly erre a célra 8 milliárd 210 millió forintot kaptak az önkormányzatok.